világos madárdalos a határ. Szép galambom, kicsit tubicám, kacsolatos jegykendővel vár én rám. Kacsolatos jegykendővel, kicsi szívem szemével légy az enyém, kisöbb a hát. Sárkul már a kukoricaszár, az én szívem kis galambom téged vár. Kacsolatos jegykendővel, kicsi szívem szemével légy az enyém, kisöbb a hát. Sárkul már a kukoricaszár, az én szívem kis galambom téged vár. Sárkul már a kukoricaszár, városával költözik a kis madár. Árva fészek, soha az enyeszék, két falunak legszebb lánya az enyém. Két falunak legszebb lánya, lelkem valós csalogánya, éket raknék véled én. Sárkul már a kukoricaszár, ugye magán mi egymásé lesz ő már. Így vonulnak a legszebb lánya, lelkem dalos csalogánya, fészket raknék véled én. Sárkul már a kukoricaszár, ugye magán mi egymásé lesz ő már. Csava, bravo! Hát nem tudom, mitől féltetek, ez nektek nagyon megy, gyerekek, hát. Annyira jó volt, és láttam, Kassa Tibi mondta a többieknek közben, hogy ezt kell az esküvőmre, ezt akarom. Ha, így van, így van. Meghívom őket, végre aha, megláttam igen, a lagzit, hogy miért szeretnék. Főleg, megláttam, hogy elindult a nagy duett színpadán a vonatozás. Ami tényleg, tehát, hogy tudod, tehát amikor elindul a buliba vonatozás, hogy mennek az emberek. Édes Istenem. Elképesztően cukik voltak, tényleg az Editnek minden jól áll. El kell, hogy mondjam, még azt sem zavart egy pillanatig sem, hogy láthatóan benne maradt a váfa a ruhádban, és így mozogtál az elején. De olyan volt, hogy a stylist véletlen benne felejtette a váltát. Fizet, ne verd le azért, Tibi. Elképesztően cuki volt. Nagyon jó volt, nagyon szerethető volt, nagyon jól hoztátok ezt a lakodalmas hangulatot. Én nem szeretem, Csabi, mikor rajtad marad a felső, nem te vagy. De csak... De, tehát én azt szeretem. Sárgul már a kukoricaszár, és persze, tehát hogy... Nem tudom, így ruhában nem tudnak úgy szeretni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy... Gombolt ki neki hátad egy tízest, hát ezt mit szórakozunk úgy nem személy szerint magam miatt kérem, ez de te kérted, Tibi, már nincs vissza. Te kérted, hogy így fog neked. Egyet gombolok. Mit intézte? Kassa Tibi kérte, Csabi gombolta. Gyerünk! Egyet gomboltam csak eltem. Sérved van, vagy mi van? Andi? Én most úgy éreztem, hogy most a Csabi lépett ki igazániból a komfortzónájából, és nagyon vicces volt, amikor még meg is röcögtetett. Ez olyan nagyon igazán egy mozdulatot hiányoltam, ezt az ugrálok, és közben így csinálok. Nekem ez egyik kedvencem. Az Edith meg olyan finom volt el, és olyan visszafogott, mintha még nem ittál volna egy kortyot se egy lagziba. Úgyhogy de nagyon jól szórakoztam, édesek vagytok változatlanok. Nem tudom, észrevette rá, Andi, hogy külön kiemelném, hogy a Csabi ilyet is decensen nyomta a mulatos, decensen nyomta, és csak azt érezte, hogy a közönségnek odadob egy morzsát, és egyet így lepacsizott a cipőjére, és a közönség így elborult. Mint hogyha föltámasztott volna valaki. Ilyen egy igazi jó előadó, tudod. Egy mozdulat, egy óriási visítás kuki. Na most kicsit komoly leszek, annyira... Ha megint? Tényleg komoly leszek most, ritka pillanat. Szív? Fúj! Nem, de... Ti vagytok valahogy a példakép a nagy duettben, hogy hogyan tudtok együtt folyamatosan dolgozni, és én mindig ezt érzem, hogy ti jól bulisztok a színpadon, és bármilyen zene jönnek, ti akkor is ketten vagytok. Mindenképpen ketten kell lenniük. Tehát ez nem egy opció. Bármilyen zene van, ketten lesznek. Tehát ezt a jövőre nézve mondom. Figyelj! Ez szabály. Féltek magad, Kuki! Egyszer akartam komoly lenni. Steve! Fúj! Na? Kibufogó! Így van. Na, zseniális volt az a jó hangulat, átjött rajtam keresztül. Én jól éreztem magam, megyünk együtt mulatni. Szevasztok, szuper volt!
megvertétek szerintem a zsűrit. Mitől féltetek? Hát ez a mulatos zene, ez megy nektek? Én még soha nem csináltam ilyet, életemben soha. De mi a ruha? Hát ez nem látszott rajtatok. A felső zavar, Csabi? Ez furcsa volt, igen, hogy fekete. Ez be van gombolva. Na nézzük a pontokat, Tibitől megyünk. Tessék, Tibikém. Hát legyünk optimisták, nem? Figyeljetek! Hoppá! Elmondom, mint gondolkozom. Ahogy a 9 és a 10 között vacilálok, ezt jól látjátok, és még pedig azért vacilálok rajta, mert imádom őket, és baromi jók, ez a vállalás egy picit alatta volt nekem, tehát voltak ők már az elsöprőbbek, és mi mindenkivel picit szigorúbbak voltunk, és véletlenül a Kuki meg majd úgyis 10-et ad, mert neki átjött rajta keresztül a produkció, én adok most egy 9-est. Tibi átkent a többiekre, Andi? Nagyon érdekes, mert pontosan ugyanígy gondolom, és nem tudok veled vitatkozni. Én is úgy éreztem, hogy voltatok már ennél erőteljesebbek. Javaslatom a továbbiakra is, hogy ne legyetek, ne féljetek egyetlen egy feladattól sem, mert mindegyik jól áll nektek. Az energia, ha nincs benne, akkor az csak egy 9-es. Kuki? Én imádtam azt a kis kukurica hangulat, én 10 pont adom. 28 pont, hát ez nagyon-nagyon jó, gratulálok nektek!